A Hovárla-hegycsúcs Kárpátalja és az Ivano-Frankovszki terület határán, a Csornahorában, a Máramarosi havasokban található. Magassága 2061 méter. Ezzel az ukrán Kárpátok legmagasabb csúcsa. S hogy miért nevezik Hóvárnak, az ma kiderül. Egy távoli magyar város egyik előkelőségének, Nagy János bárónak, egy alkalommal meséltek a Kárpátok akkor még névtelen csúcsáról, amelyet addig még az országból senki nem tudott meghódítani. A bárót nem hagyták nyugodni a hallottak, csak a hegycsúcsról beszélt ezentúl, ez lett a rögeszméje. Ha összeszedek elég embert, gyerekjáték lesz a hegy megmászása. Jól meggondoltad ezt, kedves barátom? Ismeretlen vidékre akarsz utazni. Ki tudja, mi vár ott a hegyek közt? Kockára tennéd a családod és a szolgáid életét? Majd felbérelek valami helyi parasztot. Jó pénzért felkísér majd minket. Nincs mitől tartanod. Én nem vágnék bele ilyen vakmerő vállalkozásba. Aki mer, az nyer. Gondold csak el. Én leszek az első, aki a hegycsúcsra felmegy. Így rólam nevezik majd el a magaslatot. Micsoda büszkeség. Báró Nagy János. És azt se feled, hogy az egész ország tud majd az utazásomról. Az államnak is dicsőséget hoz ez a vállalkozás. Tarts velem te is! Gondolj csak bele, micsoda kalandnak leszel részese! A bárót nem lehetett meggyőzni, hogy itthon maradjon. Felkerekedett, összegyűjtött 20 erős szolgát, étellel, itallal megpakolt jó néhány lovat, és elindult nyár közepén a Kárpátokba. Elkísérte leánya, annak barátnője is, és természetesen a hűséges barát, ki annyira próbálta lebeszélni az útról. Az út hosszú volt és nehéz. A nyári nap elviselhetetlenül sütött, de a kaland kellemesnek ígérkezett. Nem hölgyeknek való ez az utazás. Na mit nem mond? Talán irigykedik, hogy jobban bírjuk ezt a hőséget, mint maga férfi léttére. Nem úgy gondoltam. Csak aggódom. Ne aggódjon. Apám mindig elvitt engem kalandos utazásaira. Hát maga kisasszony, először jár ilyen vadregényes tájon? Először, de nem utoljára. Igencsak tetszik nekem. Oda-haza ülni és unatkozni, varni és felolvasni unott hölgyek társaságában. Fogadások, estélyek, itt pedig a vad és érintetlen természet. Gyönyörűség. Uram, bocsásson meg, de nagyon fáradt mindenki. Nem kellene tábort vernünk? Igazad van. Hosszú volt idáig az út. Az emberek megérdemelnek egy kis pihenést. Verjetek tábort! Pihenjen mindenki! Erőt kell gyűjtenünk, ha tovább akarunk menni. Két napot pihent a csapat, majd a báró kiadta a parancsot. Hajnalban néhányan elindulunk a hegycsúcs felé. A többiek itt maradnak. Apám, én is elkísérlek. Természetesen. Hiszen emiatt jöttél, leányom, hogy osztozz velem a dicsőségben. A báró három embert és három lovat hátrahagyva indult el hajnalban a hegycsúcs felé. Az ég tiszta volt, egy felhő sem mutatkozott. Órák óta gyalogoltak már. Épp egy sűrű erdőhöz értek, s ezen kellett volna átvágniuk magukat, mikor hatalmas vihar támadt. Hogy történhetett ez meg? Egyik pillanatban még hét ágra süt a nap, most meg vihar! Forduljunk vissza, uram! A vihar egyre csak erősödik.
Senki nem fordul vissza! Megyünk tovább! Elvégre ezért jöttünk ide! Gyerünk! Uram, mégiscsak forduljunk vissza! Én még ilyen vihart nem láttam. És ha valami bajunk esik, odahaza van a családom. Mi lesz velünk, ha bármi történik velem? Mit mondtam neked, anyám asszony katonája? A leányom is itt van, és egyetlen zokszó nélkül velem tart. Te meg, megfizettem a munkádat. Úgyhogy nem mész sehová, velem jössz tovább. Nem, uram, visszafordulok. Nem kell a pénze. Mit képzelsz? Nem erészelj visszafordulni! Gyerünk tovább, indulj, korcskutya! Nem! Azt parancsolom, hogy indulj! Hogy azt a hétszentségit! Mit bámultok? Indulás! A kimerült emberek kiértek az erdőből. Egy széles hegyi völgybe jutottak, mely fölé úgy emelkedett a Kárpátok ismeretlen csúcsa, mintha az eget érintette volna. A báró rohanni kezdett, hogy elsőként érjen a csúcsra. Istenem, ott a csúcs! Bár csak néhány lépés, hát mégiscsak felértem! Senki sem vette észre, hogy az égen közben még sötétebb felhők gyülekeztek. Csak akkor eszméltek rá, hogy mi történik, mikor már sűrű pelyhekben kezdett esni a hó. Hideg szél fújt, hóvihar támadt. Mindenki szerteszét futott, menedéket keresve. Hiába próbálta a báró megállítani őket, meg sem hallották őt. Sok hó esett azon az éjszakán. A táborba végül csak az emberek egyharmada tért vissza, kimerülten, átfagyva. A többiek meghaltak a viharban. A báró sem tért vissza. Óvár. 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 Mondogatták azok, akik visszatértek, hisz a csúcsot azon az éjszakán teljesen beburította a hó. Ilyen csodát még nem láttak, hogy a nyár közepén hóvihar legyen. Azóta a hegyet hóvárnak, vagy a helyi népnyelv szerint hóvárlának, havashegynek hívják.